Országos vállalkozói mentorprogram toborzó rendezvényt tartottak a KKV szektor hatékonyságának növelése érdekében. Országos kerékpáros iskola kupa Nyíregyháza adott otthont az országos megmérettetés döntőjének. Rendkívüli nyitvatartás május 20-áig a NAV fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai a megszokottnál tovább tartanak nyitva. Az újonnan induló egyéni vállalkozások első 5 éve után mindössze 30%-uk maradt talpon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy induló program keretében személyes vállalkozói mentorálással segítenék a fiatal, a női és a generációváltással érintett családi vállalkozásokat. A tervek szerint 100 mentor segít majd térítésmentesen 200 vállalkozásnak a fennmaradásban és a fejlesztésben, melynek egyik legfontosabb eszköze a hatékony kommunikáció lesz. A kisvállalkozások felkarolása, a kezdeti lendület megadása és fenntartása a célja az Országos Vállalkozói Mentorprogramnak, hangzott el a toborzó rendezvényen. Mentorált lehet a 35 év alatti fiatal vállalkozó, a legfeljebb 3 éve bejegyzett vállalkozással rendelkező női vállalkozó, valamint a generációváltással érintett családi vállalkozások. Náluk a jövedelem elvesztésétől való félelem és a kapcsolati tőke hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Ezek minden szektorban érzékelhetőek. Nagyon fontos kiemelnünk, én úgy gondolom, a szolgáltató szektort. Ugye itt a mikrovállalkozásoknál van a fő probléma. Tehát ezek az egyéni vállalkozók, mikrovállalkozók azok, akik elég alacsony túlélési eséllyel indítják a vállalkozásukat, és bizony nekik kell ez a támogatás, hiszen ők dolgoznak, nem tudnak alkalmazni külön olyan pénzügyi és egyéb szakembereket, akik megoldják a problémáikat, így őket kell megtanítani erre, és nekik kell a támogatást adni. Ez azért is fontos, mert ma látjuk, hogy egyre jobban a szolgáltatóiparban jelentkezik ez a probléma, hogy kevesebb a vállalkozás, kevesebb a munkaerő, és bizony a lakosság látja ennek a kárát, hiszen egy-egy szolgáltatásra gyakran hónapokat kell várni. A mentorprogrammal megállítanák a külföldre vándorlást is, ami az IPOSZ elnöke szerint az utóbbi években egyre erőteljesebben mutatkozik a kisvállalkozások körében. 200 vállalkozás kaphat ehhez ingyenes támogatást 100 tapasztalt vállalkozótól. A mentor és a mentorált egy éven keresztül dolgozik majd együtt, elektronikus úton kommunikálnak és havonta egyszer találkoznak. A Seed alapítvány segít nekik kialakítani az egyéni fejlesztési tervet az alapján, hogy a kisvállalkozásnak mik a célkitűzései. Mentornak bárki jelentkezhet, aki megfelel a követelményeknek. A mentorok ugye alapvetően annyit mondunk róla, hogy legyenek tapasztalt vállalkozók, de azért néhány objektív feltételt mégis muszáj voltunk megszabni. Ilyen például, hogy legalább 5 fős vállalkozásban legyen tapasztalata, vagy középvezetői tapasztalattal bírjon, ahol legalább 5-en dolgoztak vele együtt. Legyen 5 éves vállalkozói múltja, és a kapcsolatrendszer, ami még egy megfelelően körülírt feltétel, hiszen kapcsolatrendszer nélkül nehezen tudjuk azt a kapcsolati tőke hiányt pótolni, ami egyébként ezeket a szegmenseket jellemezni tudja. A napjainkban újonnan alakuló egyéni vállalkozások közül mindössze 30%-unk maradt fent az első 5 év eltelte után. Ez elveszi a fiatalok kedvét a vállalkozástól, ezen is segíthet az Országos Vállalkozói Mentorprogram. A korábbi évekhez képest nagyobb részvételi arányra számít ifjabb Lomnici Zoltán a hazai uniós választásokon májusban. Az alkotmányjogász szerint a magyar emberek is úgy látják, hogy le kell váltani a jelenlegi brüsszeli vezetést. A Fidesz országjáró kampányának nyíregyházi állomásán azt is kiemelte, a Soros Györgyhöz köthető nyílt társadalom alapítványnak jelenleg többen bízható szövetségese van, mint a néppárti frakció összlétszáma. Ifjabb Lomnici Zoltán véleménye szerint ez azt jelzi, hogy valami nincs rendben az Európai Parlamenten belül, és egy új, erős Európát kell építeni a következő ciklusban. Ez az erős Európa nem csak azért és olyan minőségében erős, hogy mondjuk a gazdasági nemzetközi térben versenyképes, hanem képes megvédeni a polgárait. És azt hiszem, hogy ez is egy fontos feltétel, amely nem teljesült az elmúlt években. És azért is számítok magas részvételre, hiszen
Azt, hogy az Európai Unió jövője esetlegesen akár a források tekintetében, akár más módon hogyan alakul, az megint csak az Európai Tanácstól, az Európai Bizottságtól függ, illetve az Európai Parlament összetétele sem indiferens. Soha nem volt ilyen egyértelmű az európai parlamenti választás tétje, mint most hangzott el a Tiszavasváriban tartott Fidesz sajtótájékoztatón. Rétvári Bence szerint arról döntünk májusban, hogy megvédjük-e szuverenitásunkat, határainkat, nyelvünket, kultúránkat, vallásunkat és hagyományainkat. A parlamenti államtitkár elmondta, ezen múlik, hogy meg tudjuk-e őrizni gazdasági eredményeinket, a 800 ezerrel több foglalkoztatottat, a bővülő családtámogatásokat és a csökkentett adót, vagy elveszítjük ezeket, és a migránsokra csoportosulnak ezek az összegek. Jól láthatjuk, hogy finn példák mutatják, hogy egy bevándorlónak az integrációja van, hogy 200 millió forintba kerül összesen megérkezésétől addig, amíg ott abban az országban tartózkodik. Gigantikus összegek. Németország napi 17 milliárd forintot fordít integrációra minden nap, és Bajorországban többet költenek integrációra, mint gazdaságfejlesztésre, környezetvédelemre és egyes szociális juttatásokra együttvéve, tehát óriási pénzeket emészt föl Nyugat-Európában. Már több mint 25 ezer aláírást gyűjtöttek össze eddig a Fidesz támogatására a megye 6-os számú választókerületében, hangzott el a párt nagykálói fórumán. A Fidesz alelnöke azt hangsúlyozta, nem csak a párt szimpatizánsait sikerül megszólítani, politikai hovatartozástól függetlenül is sokan támogatják a kormánypárt 7 pontos tervét. Kubatov Gábor kiemelte, a migráció megváltoztathatja egész Európát. Azért is szeretnének minél több szavazatot kapni az európai parlamenti választásokon, hogy minél nagyobb számban a bevándorlás ellenes erőket képviseljék Brüsszelben. Abban reménykedünk, hogy az unió, vagy az uniós vezetés, vagy Brüsszel kihozanodik, és megállt parancsol egyébként a bevándorlásnak. Azon a véleményen vagyunk, hogy szerencsétlen sorsú emberek is vannak köztük, de nekünk a segítséget kell elvinni az ő országukba, és nem a bajt kell idehozni Európába. Ezért megindítottunk egy csomó programot, a Hungary Helps-et, ami ezeket a szerencsétlenül járt embereket próbálja a lakóhelyükön segíteni. Úgyhogy mostani fórumnak ez a témája, és ez a legfontosabb üzenete, hogy 26-án nekünk ott kell lennünk a szavazóurnáknál, szavazni kell, és akkor reméljük, hogy jobbra fordul Európa sorsa. Együttes európai erővel lépne fel a Jobbik a migráció ellen, amihez szerintük egy közös akcióterv szükséges. A párt fontosnak tartja egy ütőképes magyar határőrség felállítását, és úgy vélik, a gyarmatosítás következményeiért nem azoknak az országoknak kell vállalni a felelősséget, amelyek nem is vettek részt a folyamatban. A Jobbik nyíregyházi önkormányzati képviselője keddi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a migráció nem lehet a munkaerőhiány megoldásának eszköze, helyette európai szintű bérekkel kell enyhíteni a problémát. Sajnos az elmúlt egy évben erre bizonyítékok vannak Magyarországon, hogy a kormány a migrációra, hanem is az Afrika felől érkező migrációra, de a Kelet-Európából, tehát belső Ukrajnából vagy Törökországból érkező munkavállalókat azért telepíti be Magyarországra, hogy a bizonyos megyékben tapasztalható munkaerőhiányt ezzel pótolja, illetve a magyar munkavállalók részéről megfogalmazott, illetve megjelenő béremelési igényt letörje. Évente több ezer kerékpáros baleset történik Magyarországon, ezek egy jelentős százaléka halálos kimenetelű. Ezek számának csökkentésében játszanak fontos szerepet az iskolások számára rendezett kerékpáros vetélkedők. Emellett a megyei fejlesztések is hozzájárulnak a kerékpárosok biztonságának javításához.
19 megye, 20 csapat, 40 diák. Nyíregyházán rendezték meg a 27. országos kerékpáros iskola kupa országos döntőjét. A felmenő szintű versenyt idén a Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei baleset megelőzési bizottság bonyolította le. A verseny célja, hogy már kisiskolás kortól, gyermekkortól elkezdjük a nevelést, a közlekedés biztonságra nevelést, hogy olyan felnőtteket neveljünk, akik tudatosan gondolkoznak, és úgy közlekednek. Egyre többen közlekednek az országban kerékpárra, sokan nem csak hobbiként, sportolási lehetőségként tekintenek a kétkerekűre, hanem ezzel járnak iskolába és munkába is. Ez a környezetvédelem szempontjából hasznos dolog, azonban még sok helyen a kerékpáros és a gépjármű forgalom egy aszfalt felületre kényszerül, az úttestre, mondta el az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának vezetője. A kerékpárosok nem tudnak olyan egyenesen közlekedni, mint ahogy azt az autóvezetők elvárnák, ebből pedig sok konfliktus adódik. Magyarországon évente több mint 1000 kerékpáros baleset történik, sajnos közülük jó néhány halállal végződik, ahogy említettem, ők azért komoly veszélynek vannak kitéve. Persze ennek is lehet csökkenteni a kockázatát, hogyha olyan protektorokat viselnek, fejvédőt például, ami egy elesésnél is akár megmentheti az életüket, akkor ez a szám lényegesen csökkenne. És ahogy említettem, hogyha jobban vigyáznának saját magukra, ha nem bíznának vakon az autósokban, hanem mindig a saját maguk meggyőződése szerint közlekednének, akkor kevesebb baleset történne velük. A balesetek számának csökkentéséhez nagyban hozzájárul, ha kerékpárutak épülnek, ahol a biciklizők az autóktól elválasztva biztonságban közlekedhetnek. Ennek érdekében Szabolcson már Bereng megye is sokat tesz. Rengeteg fejlesztés van, amelyik már elindult, amelyik már megvalósult, illetve terve is vannak még olyan kerékpáros barátfejlesztések, amelyek akár településekhez kötődnek, akár településeket összekötve próbálják, illetve igyekeznek megoldani azt a problémát, amely akár hivatásforgalmi kerékpárosokról, akár pedig turisztikai célú kerékpárosokról, hogyha beszélünk, mindenképpen szükséges. Illetve hát vannak azok a vízügyi fejlesztésekkel összekötő turisztikai fejlesztések, amelyek például a gáton megvalósultak, vagy megvalósulnak majd a későbbiekben. Ugye például a Szatmár-Beregi térségben most már kerékpározható az árvízi tározó. Tehát ezek mind-mind olyan hiátus pótolnak és hozzájárulnak akár a hivatásforgalmi, akár a turisztikai kerékpáros fejlesztésekhez, amelyekre nagy szükség van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vannak még természetesen fehér foltok, de azon vagyunk, hogy ezt orvosoljuk. Az országos döntő elméleti és gyakorlati feladatokkal folytatódik a következő napokban. A személyi jövedelemadó bevallás május 20-ai határideje miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai a megszokottnál tovább tartanak nyitva. Ez május 6-ától hétfőtől, május 20-áig hétfőig tart. Reggel 8 óra 30 perctől este 18 óráig várják az ügyfeleket, közölte a hatóság. A május 20-ai határidő közelettével egyre nő a forgalom a NAV központi ügyfélszolgálatain. Ezért május 6-ától hétköznaponként 8 óra 30 perctől 18 óráig, 20-án hétfőn pedig este 8 óráig várják az ügyfeleket ezekben az irodákban. A rendes munkaidőn túl azonban csak eszi a bevallási ügyintézésre, csekkek nyomtatására, bankkártyás fizetésre és ügyfélkapu ügyintézésre van lehetőség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos az utolsó napokban, tehát ez azt jelenti, hogy a 20-át megelőző héten jelentkeznek rengetegen, és nem is az a probléma, hogy a bevallásukat próbálják meg beadni, hanem ebben az időszakban próbálják meg kitölteni, illetve érvényesíteni azokat a kedvezményeket, beírni, amelyeket eddig nem tettek meg, úgyhogy ilyenkor a várakozási idő nagyon meg szokott nőni. Ez azt jelenti, hogy akár 30 percnél is többet kell várni az ügyfélnek, mire sorra kerül. A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Nyíregyházán a Szabadság tér 7-8 szám alatt várja az ügyfeleket. A 42-es körzet 503-200-as telefonszámon, vagy a 18-19-es NAV infóvonalon további tájékoztatást és válaszokat kaphatnak az ügyfelek a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdésekre. Vereséget szenvedett Tatabányán a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr NB1 piros csoportjának 25. fordulójában lejátszott mérkőzésen 63-46-ra kapott ki a hazaiaktól. Az NKS a hétvégén Budapesten, az ELTE Beac Új Buda ellen zárja a szezont.
Két felnőtt mellett junior és kadettkorú játékosokkal utazott Tatabányára az NKS, ahol az első negyedet 9 ponttal nyerte a rutinos kosarasokat felvonultató házigazda. A második 10 perc is a hazaiaké volt, a nagy szünetben már 23 pont volt a nyíregyháziak hátránya. A folytatásban szorosabb lett a mérkőzés, a harmadik negyedben már csak 3 pontot tettek hozzá előnyükhöz a hazaiak. A záró szakasz pedig a vendégeknek sikerült jobban, 9 pontot tudtak faragni a hátrányból, de így is 17 pontos vereséget szenvedett Farkasinszky Gyuláni együttese. Az első fél időben úgy nézett ki, hogy ez sokkal nagyobb arányú vereségbe fogunk beleszaladni, mert nem igazán voltunk hajlandóak azt a keménységet és azt a ritmus fölvenni, amit a hazai csapat próbál diktálni. A második fél időre sikerült valamilyen szinten megértetnünk, hogy azért az mégis egy idősebb játékosokra van szó, hogyha futunk, akkor esetleg előnybe is kerülhetünk, és ugye ez a második fél időben látszott is, főleg úgy, hogy a negyedik negyedet sikerült így meg is nyernünk, akkor már valamilyen pontosabban dobtunk. Az első fél időben valóban olyan volt, mint hogy ilyen macskaegér harcot játszanánk, rutinosan kipasszoltak bennünket, tehát hiába zártunk oda, hiába léptünk oda, ők ismerték a passzolásnak az összes csinyát, minyát, meg ugye csak néztünk, hogy ugye így is meg lehet ezt oldani. Főleg amikor meg beálltak a zóna védekezésre, akkor azt hiszem, hogy kintről abszolút nem találtunk be, palánk alatt teljesen súlytalanok voltunk, tehát nem is volt esélyünk, hogy mi ezen a mai napon ott mérkőzést nyerjünk. Itt a második fél időben már csak próbáltunk szépíteni azon az eredményen, ami az első fél időben kialakult. A nyíregyháziak a zárófordulóban Budapesten az ELTE-BEASZ Újbuda ellen lépnek pályára. Ez egy jó szerkezetű csapat, tehát ugye ugyanúgy az A-ból lejátszanak azok a játékosok, akik ugye ott kevesebb játékpercet kapnak. Tehát mi azért fogunk most fölmenni, hogy egy olyan jó mérkőzés eltünk, és úgy búcsúztassuk ezt az évet, amit végül is megérdemelnek ezek a fiatalok, akik azért igencsak keményen dolgoztak itt a végén, és azért nagyon szép eredményeket sikerült azért hozniuk, tehát azért voltak olyan mérkőzések, amikre megint azt mondtuk volna, hogy hát nem biztos, hogy ez meg lesz, mégis olyan lelkerőről és akaratról tettek tanúbizonyságot. Na, azért az is tehet, hogy most ugyanez lesz ez az utolsó mérkőzésen, itt megtátosodunk, szárnyalunk és akár mérkőzés is nyerhetünk. Az amatőr NB1 tabelláját a TFS-e vezeti 23 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 22-2-vel álló csatadíjasét. Az 5 győzelem mellett 20 vereséges szenvedő nyíregyházi kosársuli, amíg bennmaradás jelentő 12. helyen várja a zárófordulót. Tarpán is győzni tudott az éllovas nagyecsed, így Ádámszky Róbert együttese 3 pontra növelte előnyét a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tabelláján. A listavezető a következő fordulóban a sereghajtó Tiszavasvárit fogadja. 4 forduló van még hátra a megyei első osztályú bajnokságból, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mely csapatok osztoznak a dobogós helyezéseken. A 26. fordulóban a Mándok gólzáporos meccsen 9-1-re verte a Gyulaházát, a Nagyhalász 4-1-re múlta felül a Fehérgyarmatot, a Balkány pedig 4-2-re győzött Tiszavasváriban. 4-1-es vendégsiker született a Csenger Máté Szalka találkozón, és a Nyírgyulaj Vásárosnamény meccs végén is a vendégek körülhettek 2-0-ás győzelmüknek. A Kisvárda 2-3-1-re nyert a Baktalórendház ellen, az egyetlen döntetlen pedig az 1-1-re végződő Tiszakanyár Ibrány összecsapáson született. A listavezető nagyecset 2-0-ás tarpai győzelmével erősítette meg vezetőhelyét a tabellán. Az első fél évben jól jöttünk ki, elénybe kerültünk, a második fél évben a hazaiaknak is megvoltak a lehetőségeink. Egy kapusbravúrral, úgy mondom, 0-1-nél Makó meccsben tartott minket, amit sikerült utána egy góllal kontrollálnunk. Így én úgy gondolom, hogy nagyon értékes győzelmet arattunk. A tabella élén a nagyecsed áll 53 ponttal megelőzve az 50 pontos Mándokot és az egyaránt 49 pontos Ibrányt, valamint Nyírgyulajt. Az alsó régióban a bennmaradásban még reménykedő Csengernek és Gyulaházának 22 pontja van, a Tiszavasvári 12 ponttal zárja a sort. A nagyecsed szombaton a Tiszavasvárit fogadja. Bárki ellen játszunk hazai pályán, meg főleg a 3 ponta elfogadható, de óva intek mindenkit, tavaly 1-0-ra győztünk ott egy nagyon kinkeserves mérkőzésen. Vendégeknek veszteni valójuk nincs, nekünk annál inkább. Én úgy gondolom, hogy a sérültek felépülnek, eltítottak, tehát nem azt mondom, nem lehet gond, de mindent meg kell tenni a győzelem érdekében. A 27. forduló további párosítása a következő: Máté Szalka Nyírgyulaj, Fehérgyarmat Tarpa, Baktalórendház Nagyhalász, Tiszakanyár Kisvárda 2, Ibrány Vásárosnamény, Gyulaháza Csenger és Balkány Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A szolgáltató szektorban érzékelhető legjobban az a tendencia, hogy a kisvállalkozások az első pár év eltelte után befejezik működésüket. Ennek oka sokszor a kapcsolati tőke hiánya és a nem megfelelő kommunikáció. Többek között ezen a problémán segít majd a tervek szerint 100 tapasztalt vállalkozó, 200 kisebb vállalkozónak. Mentoráltak lehetnek a 35 év alatti fiatal vállalkozók, legfeljebb 3 éve bejegyzett vállalkozással rendelkező női vállalkozók, valamint a generációváltással érintett családi vállalkozások is. 27. alkalommal szerveztek országos kerékpáros vetélkedőt iskolások számára, amelynek a döntőjén 20 csapat vett részt Nyíregyházán. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felkészülés során valódi, a hétköznapokban is jól használható tudásra tesznek szert a diákok. A rendezvény célja, hogy a kerékpározók minél nagyobb biztonságban közlekedjenek a megye és az ország útjain. A személyi jövedelemadó bevallás május 20-ai határideje miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai a megszokottnál tovább tartanak nyitva. Ez május 6-ától hétfőtől, május 20-áig hétfőig tart. Ez idő alatt reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, közölte a hatóság. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 7-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Kedden este felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Eső előfordulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Szerda esti gomoly felhős idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge, vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A folytatásban csütörtökön, majd vasárnaptól kezdve ismét sokfelé várható eső, ezeken a napokon erősen felhős lesz az ég. Pénteken és szombaton kevesebb helyen lehet zápor, akkor több órás napsütésben is bízhatunk. A hőmérséklet hullámzóan alakul, de összességében a következő egy hétben több fokkal a sok évi átlag alatti maximumokra számíthatunk.